Tüntetők július 9-én másfél órára blokkolták a határátkelést, alkotmányos jogaikra hivatkoztak, elutasítják az oltás szerinti megkülönböztetést és az úgymond vakcinaterrort. A Mária Valéria hídnál már reggel 8 órakor gyülekeztek néhányan a beígért tüntetésre, de akkor még a szolgálatban lévő rendőrök is többen voltak, mint a résztvevők. Délután 1 órakor viszont több mint 100 ember gyűlt össze a hídnál, és másfél órára blokkolták a Párkányi oldalon a határátlépést. El a kezekkel a gyermekeinktől, stopp a vakcinaterornak, ne vegyék el az alkotmányos jogainkat, elég volt a génterápiából. Ilyen és ehhez hasonló táblákkal tüntettek az emberek. A résztvevők közt oltásellenesek és oltáspártiak egyaránt voltak, a szervezők úgy nyilatkoztak, nekik főleg abból a diszkriminációból van elegük, hogy a kormány különbséget tesz oltottak és oltatlanok közt, és a belépési szigorításokkal munkahelyek kerülnek veszélybe. Sokan bírálták az elektronikus határátlépő rendszert is, azaz az e-hranica rendszert, mondván, hogy ez rossz és logikátlan nyilvántartás. Viszont kimondottan vírustagadók és oltásellenesek is sokan részt vettek a tüntetésen. A vezérszónok Marek Szón volt, aki szerint ez egy bűnöző kormány, Ján Mikasz pedig szégyelje magát, hogy Horvátországban nyaral. Szerinte Mikasznak nincs joga karanténba zárni az embereket, és megtiltani nekik, hogy szabadon, nyugodtan hazatérhessenek a nyaralásukból. Szerinte az oltás az unión belül szabad választás kérdése, épp ezért a szabad schengeni határátlépést sem lehet korlátozni és tiltani, a szlovák állampolgároknak sem. Szón azt mondta, hétfőn személyesen Mikasz lakására visz egy példányt az alkotmányból, hogy okuljon belőle. Branislav Becik, udvart polgármestere is felszólalt a tüntetésen, mint mondta, támogatni jött a résztvevőket abban, hogy úgymond ne legyenek birkák, azaz, hogy senkit se vezesse meg a kormány birkaként. Szerinte a falujában az idősek már tavaly is azt mondogatták neki, hogy még nem éltek meg ilyen diktatórikus kormányt. Pozsonyból könnyű dirigálni olyanoknak, akik azt se tudják, hogy mi hogy élünk itt, hogy sokan például Magyarországon dolgoznak, és ha karanténba kerülnek és kiesnek a munkából, azt ki fogja kifizetni? Ki fogja ezeket a családokat kárpótolni? És milyen jogon nevezi ez a kormány másodrendű állampolgároknak azokat, akik személyes, morális vagy egészségügyi okokból nem akarnak oltakozni? Pont, hogy ők a másodrendű állampolgárok, a kormány, akinek nincs joga, nincs erkölcsi joga kormányozni. Jelentette ki a tüntetésen Becik, nagy tapsot aratva. A főszónokok után egy hölgy ragadta meg a mikrofont, és úgymond az édesanyák nevében tiltakozott a határátlépési szigorítások ellen. Azt is elmondta, hogy ő oltásellenes, és hogy ő nem hagyja, hogy gyerekeit is beoltsák. Szerinte a vakcinák 2023-ig kísérleti stádiumban vannak, márpedig ő nem hagyja magát és a gyerekeit se kísérletnek alávetni. Egyúttal mindenkit arra buzdított, hogy ne menjenek oltásra, és tiltakozik az ellen, hogy az oltatlanokat bármiféle hátrány érje. A hölgy szónoklata szintén nagy sikert aratott. A tüntetők közt elterjedt, hogy Farkas Iván MKP-s képviselő is beszédet mond majd, de őt nem láttuk a helyszínen. Az akció egyébként másfél óra hosszat tartott a Mária Valéria hídnál, a szlovák és a magyar himnusz is elhangzott.